Erdei L. Tamás írófilozófus, sportfüggő, hollywoodi filmekben pedig kaszkadőr. A nyelv szeretetét édesanyja oltotta belé, ezt igyekszik továbbadni a hallgatóságnak, a könyvekre pedig úgy tekint, mint egy nagy utazás. Sziasztok! 804 évvel ezelőtt, 1213 őszén Gertrúd magyar királyné merénylet áldozata lett. Ha máshonnan nem is, Katona József drámájából és Erkel Ferenc hasonló című operájából mindenkinek ismert lehet a történet. A királyné 1213-as meggyilkolásának története ismert volt már a romantika időszakában is, egyfajta irodalmi vándor motívumként szállt. Katona József nem egyedül dolgozta föl ezeket az eseményeket, azonban az ő feldolgozása lett a leghíresebb. Ma tehát a Bánkbánról fogunk beszélni. Ha velem tartotok, akkor visszarepülünk a kora romantika időszakába. A romantikát az irodalomban hajlamosak vagyunk csupán a szenvedéllyel azonosítani, de ennél sokkal többről van szó. Lássuk! A romantika a 18. század végén kialakult kultúrtörténeti időszak és stílusirányzat. Első hullámai Angliából és Németországból érkeztek. Kelet- és Közép-Európában csak a század 20-as, 30-as éveitől vált uralkodóvá. Bár sokféle változatban élt, mégis ez az utolsó stílus, amely egyöntetően jelentkezett valamennyi művészeti ágban. Elnevezése a regény jelentésű román szóból származik. A 18. század végén és a 19. század elején kibontakozó új európai szellemi irányzatok összefoglaló neve regényesség, azaz romantika. A romantika ezer szállal kapcsolódik az előző korszaknak, a felvilágosodásnak az egyik irányzatához, az úgynevezett preromantikához, vagy más néven érzékenység korához, vagy szentimentalizmushoz. A magyar szellemi élet is ekkor kezd egységessé válni, Pest-Buda válik az ország szellemi központjává, és olyan írói körök alakulnak ki, amelyek évtizedekre meghatározzák később az irodalmi életet. Kisfaludy Károly és testvére, Kisfaludy Sándor a legfőbb irodalmi szervezők ekkoriban. 1821-ben Kisfaludy Károly megjelenteti az Aurora című folyóiratot, amelyben megjelenési lehetőséget biztosít az új fiatal író nemzedékeknek. 1837-ben megalakul a Pesti Színésztársulat is, illetve létrehozzák a Kisfaludy Társaságot, amelynek első számú feladata az, hogy támogassa az új író nemzedékeket. Ez az első romantikus generáció még nagyon sok szállal kapcsolódik, a főleg német Sturm und Drang, azaz érzékenység vagy koraromantika korszakához. Kármán József Fanni hagyományai című regénye az első szentimentalista magyar regény, és ebben a korszakban születik meg az első számú nemzeti dráma, amely mai napig a legtöbbet játszott, legnépszerűbb nemzeti drámánk, Katona József Bánkbánja is. Ebben a korszakban jellemzőek a multidézések, a nemesi nemzeti romantika jellegzetes műfajai, a regék, balladák, nemzeti eposzok, illetve eposz kísérletek. Az 1830-as években létrejön egy olyan fontos szellemi műhely, amelyből a Magyar Nemzeti Színház is megalakul. A romantikus nemzedék alapvető életérzése a térben és időben való elvágyódás, elsősorban a középkorba való visszamenekülés. Katona is a történetét egy 600 évvel korábbi eseményre teszi, a 13. században játszódik a Bánkbán cselekménye. Előjáróban mindenféleképpen el kell azt mondani, hogy Katona a maga korának színvonalán rendkívül alapos és lelkiismeretes munkát végzett. A 19. század közepén a történetírás valóban nagyjából úgy látta Gertrúd királyné meggyilkolását és Bánkbánnak az ebben vitt szerepét, mint ahogy az Katonánál látszik. Ugyanakkor ezt előre bocsátva azt is le kell szögeznünk, hogy ma már teljes egészében másképpen látjuk ezt az egész históriát. Az a történeti kép, amit manapság a kutatás valószínűsít Gertrúd királyné haláláról,
tulajdonképpen ugyanazokat a szereplőket vonultatja fel, mint például a Bang Bang című dráma, vagy akár az opera, de ezeknek a szereplőknek alapvetően teljesen más a viselkedése és a mozgása ebben a bizonyos történetben. Amit a forrásokból többé-kevésbé biztosan tudhatunk ezzel a merénylettel kapcsolatban, az az, hogy először is 1213. szeptember 28-án történt, ebben nagyjából biztosak lehetünk, de például már az, hogy a helyszíne hol volt, az vitatott a történeti kutatásban. Korábban évtizedeken keresztül egyértelműnek vélték, hogy ez a Pilisben történhetett ez a merénylet. Újabban felmerült az a gondolat, hogy nem a Pilisben, hanem a Zempléni-hegységben. Azt tudjuk csak az elbeszélő forrásokból, hogy valószínűleg egy királyi vadászaton vagy királynéi vadászaton történhetett a dolog, de erre is csak abból következtetünk, hogy két forrásunk is említi, hogy egy sátorban ölték meg a királynét, akinek ugye a normális tartózkodási hely azért mégsem egy sátor, ahhoz valaminek történnie kell, hogy ő ott forduljon elő. Tehát a helyszín már problémás. A gyilkos személye, hogyha most a gyilkoson konkrétan azt a személyt értjük, aki kezet emel Gertrudra, az szintén azonosítható. Tudnélik, ezt ausztriai elbeszélő forrás is tartalmazza, és az osztrák elbeszélő forrással egybehangzóan magyarországi királyi oklevél is. Tehát olyan kútfők említik, egyébként Töre fia Pétert, az egyik korabeli előkelőt Gertrud gyilkosaként, amely források biztos, hogy nem egymástól vették ezt az adatot. Ez az a klasszikus helyzet, amikor két egymástól független tanú megerősíti ugyanazt a értesülést. Töre fia Péterről egyébként azt kell tudni, hogy korábban királynéi udvarispán is volt, tehát személyes kapcsolata is volt Gertruddal. Katona József a 19. század Madách Imre mellett legnagyobb magyar drámaírója. 1791. november 11-én született Kecskeméten. A kor nemesi irodalmában ő egy kicsit kilógott, hiszen polgári származású volt, apja korábban jómódú, később a napóleoni háborúk idején elszegényedő takácsmester volt. Katona jogi pályára lépett, Kecskeméten, majd Pesten tanult, a Pesti Egyetem jogi karán végzett, ám amikor Pestre került, korának annyi más művész fiataljához hasonlóan beleszeretett a színház csinálásba. Csokonaitól Petőfin át egészen Aranyig jellemzi ezt a nemzedéket, az, hogy imádták a színházat, és a színházban fölfedezték annak a varázsát, annak a mágiáját. Katona is elsősorban a színházban érezte otthon magát, és saját maga is elkezdett darabokat írni. Bár őt egyműves szerzőnek tartják a Bang Bang miatt, ez nem teljesen igaz, hiszen 1811 és 1813 között több drámát is írt, elsősorban tragédiákat, amelyeket németből fordított vagy ültetett át. De nem csak szerzőként dolgozott a színházban, hanem színészként, rendezőként, dramaturgként is tevékenykedett. A színházhoz való szoros kötődését még inkább megpecsételte a kor ünnepelt színésznője, Széppataki Róza iránti szerelme. Ez a szerelem egyoldalú volt, Katona annyira elfogódott és szemérmes ifjúként szerette az ünnepelt színésznőt, hogy nem is merte neki megvallani szerelmét, csak leveleket írt hozzá. Hallgassunk meg ezekből egy részletet. Én magát véghetetlen szeretettel szeretem, s lelkemben hordom képét, mióta először színpadon megláttam játszani. És ezen szende képet fogom titkon keblembe zárva, véglehelletemig hordani. Ha meghallgat, s hajlandó hozzám, egy darabka rózsaszín szalagot. Ha meg nem hallgat, egy darabka fekete szalagot zárjon a felelethez. E két szín fogja értem irányát kormányozni. Ha a rózsaszín lesz a jel, fél év múlva visszatérek Pestre, és akkor bővebben fogok nyilatkozni. Ha fekete lesz, akkor szívem örökre gyászolni fog. A fiatal és rajongó írót Róza házassága és viszontzatlan szerelme eltávolította a színészettől és a színpadtól érzelmileg. A következő lépés, amikor újra közelebb került a színház világához,
az Erdélyi Múzeum újonnan alakuló folyóirat 1814-es pályázata volt, amit a Kolozsvári Nemzeti Színház bemutató darabjának szánt nemzeti drámára írtak ki. Történelmi drámára egészen pontosan, és Katona bár valószínűleg már korábban elkezdte a Bánkbánt, az 1815-ös pályázatra adta be a művét. Különös módon a Bánkbán visszhangtalan maradt, talán elkeveredett a postán a kézirat, talán túlságosan merésznek találták a bírálók, vagy megijedtek annak idegenellenes, lázító hangvételétől, minden esetre nem reagáltak a pályaműre. Katona azonban nem veszítette el a lelkesedését, és átdolgozta a művet, annál is inkább, mert saját maga is beismerte, fölismerte részben barátai támogatására az első, az Ősbánkbán hibáit és következetlenségeit. Tehát újraírta a darabot, átdolgozta, és 1817-ben megpróbálta bemutattatni a Fehérvári Színházban. Ezt azonban a cenzúra megakadályozta. Katonának ez egy újabb csalódás volt, és írt egy kiváló cikket arról, hogy mi az oka, hogy a játékszíni mesterség nem tud lábra kapni Magyarországon. Ebben a cikkében kifejti a fő okokat, hogy a Nemzeti Színház előtt, a nemzeti színdarabok előtt milyen fő akadályok állnak. Ezek közül csak az egyik az, hogy a cenzor félelmében kaszabol, azaz erős cenzúra illeti a magyar darabokat. Katona még ekkor sem csüggett el, hanem átdolgozta könyv formájában, és saját maga költségén 1820. novemberében kiadta a Bánkbán. Mivel hogy ekkor is visszhangtalan maradt a műve, és semmifajta kritikai vagy közönség visszajelzést nem kapott, Katona végül mégis csalódottan abba hagyta az irodalmi próbálkozásokat, és 1821-ben visszatért szülővárosába, Kecskemétre, ahol folytatta jogi pályáját, közéleti tevékenységet, és gyakorlatilag az irodalomnak teljesen hátat fordított. Itt halt meg 1830. áprilisában. A Bánkbán című tragédia az Erdélyi Múzeum pályázatára született 1815-ben. Katona József vándormotívumra építette, II. András feleségének 1213-as meggyilkolása visszatérő irodalmi téma. Bonfini is utal rá krónikájában. Katona azért választotta e középkori történetet, mert így allegórikusan saját kora sors problémáit tudta kifejezni, a Habsburg elnyomást. Nézzük meg a dráma cselekményét. Már akkor elindul a drámai feszültség, amikor Gertrudis elkezd kormányozni, és elkezdődik a törvénytelenségek sorozata. Az idegeneket kitünteti, a merániakat, a németeket pozitívan diszkriminálja, és ezzel lábbal tiporja a magyar nemesség jogait, a nép pedig nyomorog. Bánk megtudja, hogy Petúr vezetésével a békétlenek, az elégedetlenek összeesküvés szőnek a királyné ellen, de megpróbálja őket lebeszélni és tekintével visszatartani őket a merénylettől. Amikor azonban megtudja, hogy gyönyörű spanyol származású feleségét, Melindát, Gertrudis öccse Otto Rútól elcsábítja, és ezáltal meggyalázza az ő családi erkölcsét, és a merániak folyamatosan meggyalázzák a magyar nemzetet is, ő maga hajtja végre azt, amitől korábban megpróbálta visszatartani a békétleneket, és meggyilkolja a királynét. Bánk azonban később megtudja, hogy Gertrudis a környezete ártatlannak tartja Melinda megbecstelenítésében, illetve hogy a visszavonuló Otto fölgyújtja az ő házát, és meggyilkoltatja Melindát bosszúból, és a dráma végére összeomlik. Az ötödik felvonás feloldásában a két gyászoló nagyúr, a hazatérő király és Bánk nagyszerű, csodálatos jelenetét láthatjuk. Nézzünk meg most egy részletet a Thália Színház tavalyi Bánkbán előadásából. Menj! Pénzt adsz nekem? De akadsz-e? Minden szűkölködőnek.
és visszaadod el a halottakért elhult könnyeket. Ha nem adhatsz mást, hogy szegényebb vagy annál, mint akinek adsz. Vigyázz, hogy egy zsivány teli elszényeddel együtt. Nehogy ellopja a nagy lelkűségedet. Tiborcs, vigyázz! Kivel beszélsz? Uram, én már csak azt akarom, hogy vesszek el. Nem vagyok gonosztevő. Csak azért nem bátorkodom elölni magamat, mert az Isten haragját fogja. Szerkezetét tekintve a dráma két fő szálon fut, a magánélet és a közélet szálán. A magánélet, amelyben Bánk szerető férj és család és felelős családapa, ugyanakkor a közéletben pedig az ország első számú nagyura, Nádor, távollétében a király helyettese, kormányzó. A Bánk egyszerre akar megoldást találni mindkét területen, a magánéletben és a közéletben is. Ugye egyszerre akar hűséges lenni a királyhoz, királyhoz hűség köti, hűséges külye, ugyanakkor pedig bosszút állni a királynén. Ugye ez már önmagában hordozza a drámai feszültséget, hiszen a kettőt egyszerre nem teheti meg. A királyhoz hűséges külye köti, ugyanakkor a családjához és férfi becsületéhez pedig ugye a bosszú. De nem csak arról van szó, hogy bosszút kell állnia, hanem még a közéleti szerepén belül is van egy belső konfliktusa, hiszen félti hazáját, nemzetét az idegenektől, jogos sérelmeiben osztozik Petúrékkal, a sértett nemességgel, Tiborcz panaszára átérzi a nép nyomorúságát, tehát helyre kell állítania a megbomlott egyensúlyt. Ugye ennek legfőbb akadálya Gertrudis, a királyné, aki az ő fő drámai ellenfele. Gertrud tehát uralkodóként, Bánk, mint helyettes uralkodóként két fő karakter, és köztük a feszültség kezdettől fogva megvan. Bánk belső konfliktusa abból is fakad, hogyha ő végrehajtja a bosszút, a jogos bosszút, amit teljesen megértenénk, hiszen a magánemberi becsületét is helyre kell állítania, ugyanakkor elveszett hazáját is meg kell mentenie, akkor felségárulást követ el, az egyik legfőbb bűnt, amit egy nagyúr elkövethet. Ha azonban ezt nem hajtja végre, akkor még nagyobb rosszat tesz, hazaárulást követ el, hiszen a saját népét és hazáját hagyja porba tiportatni. Melindát védelmeznie kell, hiszen magánemberként felelős érte, férként és családfőként. Ugyanakkor a két értékrend konfliktusa miatt folyamatosan hezitál, tétovázik, ez egy igazi hamleti hős lesz belőle. Ne feledjük el, hogy Katona legfőbb mintái Schiller és Goethe mellett, az ő kortársai mellett Shakespeare és Shakespeare Hamletje. Nem véletlen, hogy annyi a hasonlóság Hamlet és a Bánk között. Tehát a nádorsága, mint főúrsága, mint közéleti szerepe és magánemberi szerepe folyamatosan konfliktusban áll egymással. Bánk ebben a konfliktusban őrlődik, és ez késlelteti sokáig, tulajdonképpen négy felvonáson keresztül fokozódó feszültségben késlelteti a végső konfliktust, a tetőpontot, a tragédiát. Most ismét küldtetek egy kiváló kérdést, hallgassuk meg! Tisztelt tanár úr, nemzeti vagy szerelmi tragédia inkább a Bánkban? Köszönettel, Linda Pécsről. A Bánkban műfaja tragédia, amelyben a feszültség fokozatosan növekszik négy felvonáson keresztül, egészen az ötödik felvonás tetőpontjáig. Egészen addig, amíg a két fő karakter összecsap egymással, tehát Gertrudis és Bánk vitája, Gertrudis megtámadja Bánkot, Bánk védekezik és megöli Gertrudist. Ugye itt van a tetőpont a negyedik felvonás végén, és az ötödik felvonásban jön a feloldás. Ugye a drámai feszültség a szerkezeti megoldások segítségével egyfolytában fokozódik, és azt mondhatjuk, hogy mind a
mind a magánéleti, mind a közéleti problémára egyfajta megoldást nyújt, bár jó megoldás nincsen, ugye ez a tragédia legfőbb sajátossága, hogy a főhős nem választhat jó és rossz között, csak rossz döntése van, két rossz között kell választania, Bánk ezért dönt végül is a királyné meggyilkolása mellett. A Bánkbán tehát egyszerre nemzeti és szerelmi tragédia, és tulajdonképpen bosszú drámaként is föl lehet fogni. A derék Bánkbán Melindára. Férj, kit szeret? Elvesztem. Jaj, dehogy. A férj se várjon asszonyának szívétől soha többet, csak amit egy becsületes Kalmártól. Mert ez bármi szentül is megfogadja a kiválasztott jószáginak a félretételét, mégis hazud. Egész örömmel adját a legelsőnek, aki érte többet áll. De miért könnyezett hát, hogy velem beszél? Ez épp a főbökkenő, uram, hidd el. Asszonyaink ravaszabbak ilyesetben, mint az ördög, midőn az elragadni egy bűnös törekszik. Hú, hát ennyi Melinda? Nem hiszem. Nem? Miért akarsz elvenni oly szerencsét, melyet nem adhatsz vissza? Iberá! A dráma későn jött sikere és kritikai megítéltetése óta most már egyértelműnek látszik, hogy a Bánkbán az első számú nemzeti tragédiánká vált. Bánk a darab címszereplője rendkívül összetett jellem és bonyolult karakter. Nézzünk meg néhány idézetet a darabból, amely ezt is alátámasztja. Bánk ébredez, mert meglopattatik Bánk, ugye ez az első szakaszból. Vagy nagy-nagy, ami fennforog játékon a haza és Melinda, ugye a Petúr hívja föl a figyelmét arra, hogy milyen veszély leselkedik rá. Vagy nincs a teremtésben vesztes egyedül, csak én, nincs más árva, csak az én gyermekem, mondja Bánk a végén, de igazából nincs ebben igaza, hiszen pont második Endre királynak mondja ezt, aki ugyanabban a drámai szituációban van, amiben ő elveszítette szeretett feleségét, gyászol és összehozza őket a közös tragédia. Nincs a teremtésben vesztes, csak én, nincs árva más több, csak az én gyermekem. Igaza is van Bánknak, meg nincs is igaza Bánknak. A közélet és a magánélet problémái tehát egyaránt szerepet játszanak Bánk összeomlásában, bár kétségtelen, hogy a magánéleti szál Melinda becsületének elveszítése a fontosabbik. Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Nincs árva más több, csak az én gyermekem. Nincs. Mostan érzi veszteségemet. Ő boldog ember, enyhülést szerezhet. Hallgatni kell nekem. Ti, akik oly halványon állatok körülöttem itt, ártatlanul megölt szerette hitvesemnek teste mellett. Kérdez királyotok, hogy mit tegyen most ő. Igazságot az árván hagyott királyfiak nevében. Vannak olyan esetek, ahol a kegyelem irtóztatóbb. Aki ezt a tételt húzza az érettségén, annak könnyű dolga van, hiszen nagyon nagy a kritikai visszhangja a Bánkbánnak. Első méltatóitól fogva, Arany Jánostól és Gyulai Páltól kezdve a 20. századig nagyon sokan foglalkoztak a Bánkbán elemzésével. Hagyományosan Arany János nyomán a szereplőknek három csoportját szokás említeni, természetesen ugye Bánkbán és köre, Bánk és köre, Gertrudis és köre, illetve a király Endre, vagy második András és köre. Tehát Endre köre. Bánk köréhez tartozik természetesen elsősorban Melinda, illetve Melinda bátyai, Mikhán és Solomon, valamint Tiborc és Petúr a lázadókkal. Tehát Melinda, Mikhán, Solomon, Simon, illetve természetesen Tiborc és Petúr a békétlenekkel. Gertrudis köréhez tartozik Otto, Bibera ugye, és Izidóra, Endre köréhez pedig Miskabán, illetve Solom mester. Fontos kiemelni, hogy nem csak a körök között ugye, vannak feszültségek és konfliktusok, hanem a körökön belül is folyamatosan
konfrontálnak a szereplők, egyfolytában harcolnak, vívnak egymással, hiszen Bánk és Melinda is konfliktusba kerül egymással, amikor Bánk elbizonytalanodik a felesége hűségében, hiszen Otto is vitatkozik Biberachal, Gertrudis Ottót fedi meg azért, mert nem képes elcsábítani Melindát magától, és így tovább, tehát folyamatos a feszültség a körökön belül is. Ugye a karakterekről csak annyit még, a főbb karakterekről, hogy már Vörös Marti Mihály kiemelte, hogy Gertrudis motivumai nem igazán érthetőek, nem egyértelmű, nem egynemű a karaktere. Bánk is egy rendkívül összetett és ellentmondásos jellem, vagy például Biberach jelleme sem teljesen életszerű, hiszen annyira cinikus, hogy még a saját értékein is kívül áll. Talán Tiborc az, akinek egységes a jelleme, egységes a karaktere, bár a szerepe nagyon összetett. Erről már tettem említést, hogy milyen dramaturgiai szerephez jut a király előtt, illetve Bánk előtt. Ennyi fért a mai irodalom órába. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Olvassátok és nézzétek lelkesen a Bánkbánt. Nagyon jó tanulást és felkészülést kívánok, és ne feledjétek el a tengeri malacot megetetni. Sziasztok!